83 éves korában, rövid betegség után elhunyt John Hume északír politikus, aki Nobel békedíjat kapott az északír konfliktus lezárásában játszott szerepéért. Az Észak-Írország Martin Luther Kingjeként is emlegetett Hume Londonderryben született, amelyet élesen ketté választott a katolikus protestáns vallási és az ebből fakadó politikai ellentét. 2004-ben arról beszélt, hogy bár Észak-Írországban már érezhetően jobb érzés az utcán tartózkodni, a politikai pártok közötti megosztottság továbbra is megvan. Egyértelmű a változás Észak-Írországban. Teljesen más az utcák légköre, de a felek közötti nézeteltérések még megvannak, mondta akkor. Nagyon komoly munkára van még szükség, hogy maradéktalanul át lehessen ültetni a gyakorlatba a megállapodást. Előbb az intézmények álljanak fel, utána következhet csak a valódi gyógyulás folyamata. Az a rész, amikor az összes szint képviselői elkezdenek együttműködni egymással. Az egységes és békés Írországért küzdött. A Nobel békedíjat 1998-ban a nagypénteki megállapodás létrejöttében játszott szerepéért kapta, megosztva David Trimble-lel, Észak-Írország első miniszterelnökével.